A karcagi rendőrkapitányság munkatársai 2022. szeptember 29-én délelőtt ismételten a 4. számú főút és 4.206. számú út kereszteződésében többek között kiemelten az ÁJ elsőbségadás kötelező jelzőtábla utasításának betartását ellenőrizték, mivel az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez az egyik legbalesetveszélyesebb közlekedési csomópont Jász Nagykonszolnok megyében. Az egyenruhások két óra leforgása alatt hét szabálysértővel szemben intézkedtek, akik figyelmen kívül hagyták a közlekedési jelzőtáblát, és nem álltak meg az út kereszteződésben. A szabálysértések elkövetését a légtérből drónnal rögzítették. A Jászany Kunszolnok megyei rendőrfőkapitányság felhívja a járművezetők figyelmét, hogy minden esetben tartsák be a közlekedési szabályokat. A közlekedők hasonló ellenőrzésekre az elkövetkezendő időszakban is számíthatnak.